Elbontják a piacon átívelő távhővezetéket. Korszerűsödött az átmeneti szállás fűtése. Első lett a Szikszi diákja a Tornadiák Olimpia vármegyei döntőjében. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Lebontják a piac úti levegőben futó távhővezetéket. A munkálatok a hét elején kezdődtek, és várhatóan 2 hónapot vesznek igénybe. Egy beruházásnak köszönhetően tavaly már kiépítették a föld alatt futórendszert, az ellátás azon keresztül működik. 6 évet váratott magára az a pillanat, amely eredményeként végre eltűnnek az acélcsövek és betonoszlopok a területről. Napok óta nagy erőkkel zajlanak a munkálatok a városi piacon. Sok év várakozás után végre lebontják a levegőben futó távhővezetéket. A kivitelezést végző vállalkozó szakemberei hétfőn jelentek meg a helyszínen. Az ütemterv szerint először a szigetelést távolítják el az acélcsövekről, amely jó része kőzetgyapot és veszélyes hulladéknak minősül. Ezt sajókazára viszi. A többi elemet pedig darabonként emelik le a magasból, és a telephelyükre szállítják, illetve 30 métert az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére biztosítanak. Átereszeket építenek majd belőle. Az előre menő és visszatérő ág teljes hossza 570 méter, amely 285 méteres szakaszon helyezkedik el. 6 évet csúszott az a projekt, melynek köszönhetően a távhővezetékek a föld alá kerültek. Ez mára megtörtént, tehát a város hálózata most már a föld alatti csöveken keresztül működik. Így lehetőség nyílt arra, hogy a távhő megrendelje a levegőben futó vezetékeknek az elbontását. Ez történik most itt a piac téren, ami nagyon fontos, hiszen annak idején az új piacépületet is már úgy terveztük, hogy a vezetékek már nem lesznek itt, hiszen már akkorra el kellett volna őket bontani. Most viszont megtörténik a bontás, és teljes mértékben használható lesz az az út is, ami a piacépület mellett van, úgyhogy végre minden a terv szerint megvalósul. Az út feletti 15 méter hosszú szakasz a forgalom korlátozásával jár majd, de addig még eltelik egy kis idő, hiszen még csak 100 métert sikerült elbontaniuk. A hatalmas csővezetékek mozgatása időigényes folyamat. Jelenleg a bontásra, úgy a csőbontásra körülbelül egy 4 hétre számoltunk, úgymond, és akkor elkezdődnek a betonoszlopok kivágása, amit egy speciális eszközzel fogunk végrehajtani. Hát igazából összesen szerintem egy 2 hónap, egy ilyen 8 hétre tervezzük. Halás Sándor, az Ózdi Távhő Kft. Ügyvezetője kiemelte, hogy energiahatékonysági szempontból nagyon fontos volt a föld alattival kiváltani a levegőben futó rendszert, ugyanis így kevesebb gázt kell felhasználniuk, amely 6-7% megtakarítást eredményez a vállalat és a lakosság számára egyaránt. A vállalkozó kiválasztásánál több szempontot vettek figyelembe. Az ár természetesen sokat számított, de lényeges volt, hogy komplexen vállalják a feladatot. Több ajánlat közül döntöttek egy Ózdi Kft. Mellett. Az idén is folytatódik az a pályázatunk, ami elkezdtünk tavaly. Még abból van 10 hőközpont, fűtőerőművet, több munka. Ennek a vezetésnek a bontását ezt saját erőből kellett megoldanunk. Küldtünk ki ajánlatkéréseket. 4 ajánlatot kaptunk, abból a legolcsóbbat választottuk. Nem akartunk a környezetvédelemmel semmivel foglalkozni, hogy hova tesszük a csövet, a hőszigetelőanyagot, a vállalkozó mindent le fog rendezni. A csővezetékek leszerelése mellett 37 darab egyenként 6 méter magas betonoszlopot is el kell távolítaniuk a területről. A kivitelező cég dolgozói a munkálatok időtartama alatt a szombati piacnapokra mindig rendezik majd a terepet a zavartalan árusítás érdekében. Újabb járdát építenek az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai. Ezúttal a Balassi Bálint utcában a Brassói úttól a Tököli Imre utca kereszteződéséig alakítanak ki egyet. A nagyjából 80 méteres szakaszra saját gyártású járdalapokat használnak fel a dolgozók, amelyeket 2 sorban helyeznek el. Itt korábban nem volt a gyalogos forgalom számára kialakított szakasz. A kivitelezést a terület képviselőinek kérésére, valamint a lakossági igények kielégítésére végzik a szakemberek. Az építési munkálatok mellett az esővíz elvezető árok állapotát is rendezik az óvi dolgozói.
Több mint 5 millió forintot nyert egy sikeres pályázatnak köszönhetően az Ózdés térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény. Ennek köszönhetően az átmeneti szálláson 2 20 éves gázkazán cseréltek le, és 2 régi elavult gázbojlert váltottak ki. A kivitelezés során a bentakók semmit sem vettek észre, ugyanis a fűtés és a meleg vízellátás végig folyamatos volt. 5 millió 311 ezer forintos támogatásban részesült az a nyertes pályázat, amelyet az Ózdés térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény nyújtott be még a tavalyi évben. Az intézményünk 2022. áprilisában a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívására fűtés-korszerűsítési pályázatot nyújtott be, 10% önerőt vállalt az intézmény, és így valósulhatott meg ez a korszerűsítés az átmeneti szálláson. A felújítás 2 régi, 20 éves gázkazánt érintett elsősorban, ezeket cserélték ki a szakemberek idén január-február hónapokban. A korszerűsítés időszerű volt, hiszen a 2 fűtőberendezésből már csak az egyik működött rendesen. Gázszerelő javasolta lekapcsolni az elavultabbat, hiszen erős korrodálódása miatt életveszélyessé vált. Az elnyert összegből a fenntartó még 2 gázbojler kiváltását is beépítette a felújításba. A pályázatból 2 darab kondenzációs kazán felszerelése valósult meg, ami a fűtést és a melegvizet is biztosítja. A 2 gázkazán, gázbojler, bocsánat, ami a melegvizet biztosította, az leszerelése került, és helyette egy indirekt tartály került felszerelésre, amiben tulajdonképpen a melegvizet a gázkazán melegíti fel, és azt tárolja, és a bent lakók így meleg vízhez jutnak. A kivitelezés során egy napra sem állt le a fűtés és a melegvíz szolgáltatás. A kivitelező szakaszosan cserélte le és kötötte be az új gépeket, hogy a bentlakók ne érzékeljenek semmit a munkálatokból. A fűtés korszerűsítéstől körülbelül 20%-os energiamegtakarítást várnak az intézmény vezetői. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Borsod-Nádasdon. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Székesfehérvári osztályának jelzése alapján a járőrök tegnap reggel az Ózdhoz közeli településen ellenőriztek egy magyar honosságú gépkocsit. Az autót egy grúz férfi vezette, rajta kívül a járműben 6 magát török állampolgárnak valló illegális migráns tartózkodott. Az utasok személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemülően igazolni, ezért őket a rendőrök a hatályos magyar jogszabályok alapján visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, míg a grúz sofőr ellen a Borsodabaúz-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság embercsempészés büntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Az embercsempészés alapesetben 1-től 5 évig, minősítettben akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Több mint 1000 személlyel szemben szabtak ki közigazgatási bírságot a vármegyében azért, mert nem kapcsolták be a biztonsági övet. Borsodabaúz-Zemplén vármegye útjain 5 napos akciót szervezett a rendőrség. Az ellenőrzés elsősorban a passzív biztonsági eszközök, így az öv, a bukósisak és a gyerekülés használatára terjedt ki. Az egyenruhások 1161 személlyel szemben szabtak ki közigazgatási bírságot az öv elmulasztása miatt. 43 esetben pedig azért kellett intézkedniük, mert a gyerekülést nem megfelelően használták. A hálón olyan motorosok is fennakadtak, akik becsatolt bukósisak nélkül ültek fel járművükre. A helyi egyenruhások is csatlakoztak az ellenőrzés sorozathoz, ők több mint 100 esetben intézkedtek. A biztonsági öv alkalmazásának elmulasztásáért 87 alkalommal szabtak ki közigazgatási bírságot. Ez a jogsértés egyébként magasan vezeti a toplistát. Az autópályák vármegyei szakaszain új ellenőrzési eszközöket is bevetettek a rendőrök a szabálysértők kiemelésére. Drónnal és civil kisbusszal kiszűrhetők azok a járművezetők is, akik adott esetben a rendőri ellenőrzést észlelve menet közben csatolják be magukat. A rendőrségi tapasztalatok alapján az öv használattal akár 60%-kal is javulhat a túlélés esélye egy baleset során. Országos sikereket ért el az őszi olvasóversenyen a Vasvár úti általános iskola 2 hetedikes diákja.
A megmérettetésre a tanulók hívták fel felkészítő tanáruk figyelmét, aki örömmel támogatta őket. Molnár Petra a negyedik helyen, míg Kovács Zoe az ötödiken végzett. Választott könyvük Leiner Laura, a Szent Johanna Gimi második része volt. Őszi olvasóversenyen jeleskedett a Vasvárúti Általános Iskola két tanulója. A verseny célja az, hogy olyan alkotó szellemű gyerekeknek nyújtsanak szórakoztató időtöltést, akik szeretnének egy-egy regényben elmélyülni különböző feladatok által. Molnár Petra és Kovács Zoe maguk találták a versenyt, és felkészítő tanárnőjük Migaja Németh Nikolett örömmel fogadta a kezdeményezést. Ez egy kétfordulós, levelezős verseny volt. Ez azért is volt kimondottan jó a lányok számára, mert olyan regényt olvashatnak, ami érdekli őket, amik szeretnek. Ez Leiner Laurának a Szent Johanna Gimi második része volt. Ez a mai iskolásoknál nagyon-nagyon népszerű, de már régebben is az volt. És még azért is jó, mert ezáltal a gyerekek láthatják azt, hogy nem csak tanulni lehet a könyvekből, nem csak elolvasni lehet, hanem mondjuk valami kézzelfogható eredményt is elérhetnek az olvasás által. A két forduló során különböző kreatív feladatokat kellett elvégezni, mint például labbuk, olvasás népszerűsítő plakát készítése, valamint általános témákat érintő fogalmazásokat, érveléseket kellett írniuk. A lányoknak a labbuk tetszett leginkább. Nekem a versenyfolyamán a labbukos feladat tetszett a legjobban, mert az is minden ilyen idézeteket kellett keresni, meg a könyvből a véleményünket is leírhattuk, meg a karakterekkel is írhattunk. Országos szinten a közel 40 indulóból 5.-8. évfolyamos korosztályban Molnár Petra 4., míg Kovács Zoe 5. helyen végzett. Felkészítő tanáruk igen büszke rájuk, hogy ilyen szép eredményt értek el, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok olvassanak, mert az egyre inkább háttérbe szorul. Vas Albert felolvasó maratont rendez az Árpád vezérúti fiókönyvtárban február 24-én az Ózdi Városi Könyvtár, az Ózdi Arvis Úra Társaság és a Szeretett Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör közösen. A hosszabb lélegzetvételű esemény délután 4 órától este 8 óráig tart, ahol Vas Albertől és más magyar írók, költők műveiből hallhatnak részleteket az érdeklődők. A rendezvényen bárki részt vehet, aki kedveli az értéket teremtő irodalmat, vagy szeretne felolvasni kedvenc művéből. Első helyezést ért el Molnár Noémi, a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 10. E-osztályos tanulója a miskolci rendezésű Tornadiák Olimpia vármegyei versenyében. A megmérettetésen az ózdi lány az egyéni összetett kategória 5.-6. korcsoportjában indult. A bajnokságnak a miskolci Avasi Gimnázium adott otthont. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei verseny egyéni kategóriájában megszabott gyakorlatok voltak kötelező elemsorrendekkel. Így például a talajtornában a kézenállás, cigánykerék, kiszúrás vagy a különböző ugrások az előírt mozdulatok. A korcsoportban a 2003 és 2007 között születettek indulhatnak. Ebben a kategóriában 31 versenyzőből az ózdi lány bizonyult a legjobbnak. Teljesítménye mögött hosszú évek kemény munkája áll. Noémi már picikora óta a sporták szerelmese, hiszen a városban méltán híres újvárostéri általános iskola tornacsapatának, a Delfin lányoknak oszlopos tagja volt. Nekem is volt nehézség azzal, hogy hogyan is folytassam tovább a mozgást, az életem merre szeretném elvinni, és hát igazából ott jöttem rá, hogy nekem nagyon fontos a torna az életemben, és mozgás nélkül nem tudok élni, szóval így jött az, hogy végül itt is folytattam. A miskolci rendezésű verseny magas színvonalú, minőségi eszközökkel felszerelt megmérettetés volt. A korábbi esztendőkben bevált szokásként a megyei bajnokság decemberben lezajlott, ám idén sokáig bizonytalanság övezte a kiírás részleteit. A február 15-i dátum előtt 2 héttel e-mailben érkezett az információ a pontos adatokkal. A sportágon belül a középiskolás korosztály az, amely a legtöbb fiatalt vonultatja fel. Pedig mint minden mozgásformánál, így itt is nagyon fontos, hogy már egészen kiskorban elkezdődjön az utánpótlás kinevelése. Úgy gondolom, hogy minden gyereknek az életében az egészséges fejlődéséhez szükség lenne nem csak a mozgásra, hanem egy olyan építő jellegű közösségre, ami az életüket meghatározza, ami szép emlékeket hagy majd az életükben, és amiről remélhetőleg majd ők is fognak mesélni a gyerekeiknek. A cél az országos döntőbe jutás. Ehhez mind fizikailag, mind pedig mentálisan alapos felkészülésre lesz szükség.
Edző és tanítványa közösen tűzték ki maguk elé a jövőbeli álmokat. Együtt fogják végig dolgozni az elkövetkezendő időszakot, amely minden bizonnyal tartogat majd nehézségeket is, de erővel, kitartással és céltudatossággal minden akadály leküzdhető. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Lebontják a piacúti levegőben futó távhővezetéket, a munkálatok várhatóan 2 hónapot vesznek igénybe. A kivitelezés költségeit az Ózdi Távhő Kft. Önerőből finanszírozza. 2 régi elavult gázkazán cseréltek le az átmeneti szálláson, valamint a 2 korábbi gázbojlert is felváltotta egy újabb indirekt tartály. A beruházástól 20%-os energiamegtakarítást várnak. Vasváros sikerek születtek az országos őszi olvasóversenyen. Molnár Petra 4. helyen, míg Kovács Zoli az 5. helyen végzett. Választott könyvük a Szent Johanna Gimi 2. része volt. Molnár Noémi a Szixi egyik diákja nyerte meg a Miskolcon megrendezett Tornadiák Olimpia vármegyei versenyét. A fiatal ózdi hölgy célja az országos döntőbe jutás. Most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten eshet, nyugat-dél-nyugat felől azonban egyre több felé felszakadozik a felhőzet. Délután a napos időszakok mellett elszórtan, elsősorban délen és keleten lehetnek záporok. Akár egy-egy zivatar is előfordulhat. A délnyugati szél többfelé élénk, az ország déli és keleti felén gyakran erős lehet. Térségünkben hajnalban 1, míg napközben 8 fokot mérhetünk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően Apropó című komplex magazinunk ismétlését láthatják, amelyben babaúszásról, imahétről és az OA Mozdikáci első hazai bajnokságáról is megnézhetnek egy összeállítást. Rejtő Hanna már várja Önöket. Maradjanak a képernyő előtt. Friss hírekkel pénteken is ugyanebben az időben jelentkezünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!